Na halihó, köszöntelek titeket a Magyar Bizniszlan csatornába, az én nevem Darinka, és ezért kezdtem ezt a csatornát, hogy segítsek azokon a magyarokon, akik el szeretnék érni a passzív jövedelmet. Ha más nem is értékeli, hogy ezen az úton jártok, én nagyon büszke vagyok rátok, hogy elindultatok a saját utatokon, és adni szeretnétek valamit a világnak. Ma bevezetlek titeket a Redbubble weboldalhoz, ezért is volt a Redbubble piros buborék intro. És tudom, hogy milyen izgalmas ez a várva várt videó, de mielőtt is belemegyünk a videóba, ne feledkezzetek el feliratkozni, azért, hogy ne maradjatok le a következő videóimról. Ha van valami kérdésetek privátban, itt hagyom az Instagramomat, hogy tudjatok ott bármikor írni nekem. Először is elnézést a törött magyarom miatt, már nem élek Magyarországon 8 éves korom óta. De most kezdjük is a videót! Tehát az első dolog, amit tenned kell, és meg is fog mutatni, az, hogy feliratkozzál ugye a Redbubble-ba. Tehát meg is mutatjuk ezt, hogy hogyan kell ezt csinálni. Oké, tehát itt vagyunk egy privát Safari window, és beírjuk, hogy Redbubble.com. Tehát itt még nem vagyok loginolva. Megmutatjuk, tehát rámész erre a sign up gombra, és itt berakod az összes infódat, és akkor megnyomod a piros gombot, és átmész a procedúrán, hogy feliratkozol, és megerősíted ugye az e-mailedet, és bla bla bla, ezeket mind megcsinálod, és akkor találkozunk a következő részt. A következő teendő az, hogy kitöltetek minden lehetséges infót, amit csak ad a Redbubble. Tehát raktok fel a profilikont, bannert, social mediát is ajánlom, hogy rakjatok, hogy Instagramon is tudjátok hirdetni a saját termékeiteket Redbubble-on. Az én Instagramomat még nem építettem fel, de ez a videó után neki kezdek. Tehát itt, ahogy látjátok, itt van add an avatar, egy ikont, cover image, ez a banner, aztán konfirmált az e-mailt, stb. Ezt mind kitöltöd. Én még nem adtam social linket, Instagramot. De igen, ezt mind ki kell töltöd. Oké, hogyha ez mind megvan, akkor kezdhetjük is. Az első képünket fogjuk most felrakni. Oké, tehát rámész a profil ikonodra, és akkor itt van add new work, tehát adjál hozzá új munkát. És akkor szépen upload. Akkor gyorsan most hozzáadom itt. És ahogy látjátok, elég gyorsan betöltött. Ez az egyik előnye a Redbubble-nak, hogy gyorsan betölt, mert vannak olyan weboldalak, ahol nagyon lassú, és utána a végén nem is tölti be. Az egyik tipp, amit adni szeretnék nektek, az, hogy én úgy szoktam csinálni, hogy 10.000x10.000 legyen a képnek a mérete pixelben. És ez azért jó, mert ha vannak itt, látod, ilyen függönyök, meg ilyen nagyobb dolgok, például ez a buffmat, és vannak ilyen nagyobb dolgok, és akkor, hogy ezeken is jól látszódjon a kép. Aztán igen, ide írom, hogy Venezuela, arepa, tukán, Venezuela, stb. Aztán a tegeknél megmutatom, hogy mit szoktam csinálni. Van egy weboldal, az a neve, hogy Merch Titans Automation. És itt szépen beleírom, hogy mondjuk Venezuela flag, vagy mit tudom én. És akkor get tags. Igen, és akkor itt kidobott egy csomó teget Venezuela-ról. És akkor ezt így beírjuk, hogy format és copy, és akkor az első, mit tudom én, 15-öt, vagy 20-at szoktam, vagy 10-et, vagy mit tudom én, annyit szoktam rárakni ide, de
nevet nem szeretek rakni, mert azt lehet, hogy kitörlik. Meg a másik, amit nem szeretek rakni, az, hogyha mondjuk ide van írva, hogy Venezuela flag sör. Ez nem jó, mert a sört azt automatikusan odaírja, tehát ez felesleges. Igen, és akkor itt describe, ezt bármit rakhatsz ide. Oké, tehát itt vannak a case productok. A másik dolog, amit még szoktam csinálni, hogyha ilyen montást csinálok, ilyen pattern, akkor ezt, ez a sticker, ezt mondjuk átváltoztatom, tehát hogy ne legyen ilyen össze-vissza a sticker, meg a pólóknál is ugyanezt csinálom. És látjátok, a sticker már átment ide, tehát ez sokkal jobb egy stickernél, mint az a másik, amit én csináltam, a design, de viszont egy függönynél az sokkal jobb, mint amit a stickerre raktam. Ugye, és akkor mindent enable-olok, hogy minden jó legyen. Aztán pólón is ugyanaz, de viszont fehér itt az írás, úgyhogy fekete pólót választok. Ezt megcsinálom mindegyiknél, hogy mindegyiknél úgy legyen. Aztán itt is ezt bepipálom, ezek a eldugott produktok, eldugott termékek. És akkor ez bejelöl, ami design és illustration, digital art, és ide rakom a country montázsba, nem, I have to write, és akkor save work, és akkor ezt fel is rakjuk. És látjátok, itt is vannak, itt vannak a pólók, ezt, hogyha még meg akarjátok változtatni, meg lehet. Ezt én úgy szoktam, hogy ahogy a legjobban néz ki, most egy kicsit gyorsabban csináltam, hogy nektek bemutassam. De itt van minden, stb. Stb. Ez csak egy ilyen bevezető videó volt a Redbubble-hoz, de hogyha kértek még ilyen több tippet, akkor nyugodtan kommentáljatok, hogy mit is kértek, például, hogyha meg akarjátok tudni, hogy még hogy szerzem meg a tegeket, a kulcsszavakat, vagy hogy hogy kapjátok meg az első eladásotokat, akkor nyugodtan kommentáljatok, vagy Instagramon is írhattok, bármi. És ezzel le is zárjuk a videót. Még egyszer, ha van pár kérdésed, nyugodtan kommentálj, ha pedig tetszett a videó a törött magyarommal, akkor megkérlek, hogy lájkold a videót, hogy nőjön a csatorna, és hogy még több ilyen videókat tudjak kirakni. Köszönöm szépen a támogatást! Sziasztok!